A hótakarónak nem csak a gyerekek örülnek, hanem a mezőgazdasági termelők is. Barna Mihály 11 holdon vetett rost, de a 3 hektárnyi herének is kedvez a hó. Hát ez a hótakaró, ez inkább csak jót hoz a fagyra, nem száraz fagylit, hogy a kalászos megmaradjon, meg a herére is jó jön. A búza már szépen kikelt, így a hótakaróra már nagy szükség volt a bevetett földeken. Hornyik József termelő már vetéskor is figyelt arra, hogy olyan fajtát válasszon, amely ellenáll a fagynak. A búza mínusz 15 fokig kibírja, tehát 0 fok alatt a búza nem vegetál, áll, úgyhogy semmi kárt nem fog neki ezt csinálni. A temeréni Zsúnyi Szilág Földműves Szövetkezet 2000 hektáron gazdálkodik, amelynek nagy részén kalászos fajtákat termelnek. A búzavetések jó állapotban vannak, és most kaptunk még egy jó hótakarót is. Tehát idáig, ami volt mínusz 9 fokos fagy, az nem ártott neki, a hó az pedig megvédi az elkövetkezendő, vagy az eljövendő mínusz 10-valahány fokos hidegtől, amit jósolnak. A többi kultúrára pedig úgy szintén nincsen kihatással, sőt, pozitív hatása van ennek a hidegnek, mert csökkenti a növényi betegségek kórokozóját, a kártevőket csökkenti, és mi ezt vártuk is már egész télen. A termelők annak örülnének a legjobban, ha a hótakaró vastagsága elérné akár a fél métert is, ugyanis ez megvédeni a növényeket a fagyoktól, amelyekre viszont a kórokozók miatt van szükség.